Kosztobányi Károly vagyok. Ez a júliusi nap úgy kezdődött, hogy el szoktam járni harcsázni, és otthon felejtettem a fejlámpámat. Oda van a csónakom, egy német állampolgárnak van itt egy sétahajója, és oda van kikötve, és ugye mikor leértem, akkor vettem észre, hogy nincs a fejlámpa, hazaszóltam a nejemnek, hogy hozza le utánam a Dunára, hogy el tudjak menni. És mondta, hogy rendben van, várjak ott, és akkor majd fog mi a majd jönni. Egyébként ott szóval elegyedtem ebben a német állampolgára, nagyon régóta ismerem, és egy nagyon kedves, nagyon intelligens mérnök úr, és ő egyszer mondja, hogy valami baj történik, valami nagy baj van. Néztem föl, közben én pakoltam arra a csónakba, és mondom, ugyan mi baj lehetne, de azt mondja, baj történik. És ahogy fölléptem a pontonra, akkor láttam, hogy egy fiú bugdácsol a víz alá, és hát hogy fuldoklik. Hát mondtam, annak egyből tudom, hogy mi történik. Gyorsan, ugye nem volt fönn a tank, fölraktam, elkötöttem a csónakot, akkor közben odaszaladt aki nem a faluba él, két fiatal, így van 40 év körüli, beleugrott a vízbe, és jött az a uszodi lakos, Tóth Balanyi, Margónak hívják, hogy fuldoklik, hogy azonnal, de hát akkor már tudtuk, hogy mi történik. Akkor ugye ott az ember, mire elkötött meg, átment a köteleken, vagy valami, úszott az a két fiatal ember, az egyik az csak egy darabig, az utána kiment a partra, a másik, az még úszott tovább, de nagyon-nagyon messze volt a fiú, nem tudta volna utolni, abszolút, de ugye hát ez a fiú liftezett, és nem kiabált, hogy segítség, vagy valami, jaj, jaj, jaj. És akkor ugye siettem, közben ez a német is, mondom neki, gyere, ugor be a csónakba, és akkor hát, hogyha tudsz segíteni, és belépett, és akkor pillanatokon belül ugye ott voltunk, és ugye hát amikor ez a fiú jött volna föl a vízbe, ugye az élet ösztön, ugye el lett kapva, még megfordulni se nem mertem, mert ugye attól félt, a hullámtól féltem, és akkor hát ott nyitott szemmel a víz alól néz az emberre, hát ez egy borzasztó dolog. De a lényeg, hogy sikerült, és ugye ott nagyon nehéz kikötni, ki lett a tisztásra vezetve ez a fiú, de nem volt eszénél. Sokkos állapotban volt. Menet közben ott volt egy szintén úszodi fiú, aki hívta a mentőket, és hála Istennek sikerült az életét megmenteni, ami nagyon-nagyon, hát sokáig az embernek benne marad az emlékeiben.